Azt gondolom, hogy az elmúlt egy év nagyon, nagyon nehéz volt mindannyiunk számára, és talán egy picit rávilágított arra, hogy a természet mindig ott van, és mindig szeretettel vár is fogad bennünket, és azt gondolom, hogy ezért az önzetlen szeretetért cserébe kötelességünk vigyázni rá. Ezekkel a gondolatokkal mondott köszönetet egykori kollégánk az Egyesült Államokban élő Hajdú Zsuzsanna a Forgassa Földért játék győzelméért. A nemzetközi zsűri elnöke Szabó István Oscar-díjas filmrendező volt. Az idei esztendő játékát a szervezők Jiří Mencel emlékének szentelték, aki éveken át volt a szakmai bírálóbizottság vezetője. Idén az emlékére alapított díjat egy német család által készített alkotás nyerte el. Most letettünk egy olyan alapot, egy olyat, amivel bebizonyítható, hogy innen Szekszárdról megvalósítható egy világjáték, Magyarországról megvalósítható egy világjáték, rendkívül fogékony volt rá a világ is. Tehát a világ filmesei itt voltunk Indiától, Kínán keresztül, az Amerikai Egyesült Államokig. Kindly Gábor a verseny ötletgazdája azt mondja, új műfaj teremtődött meg a közösségi filmezésé, melyben települések, baráti társaságok vagy családok mint közösségek dolgoztak együtt az alkotásokon. A díjátadón a verseny jellegének megfelelően online köszöntőt mondott Rácz Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár is, aki miután az idei verseny témája a környezetvédelem volt, a fenntartható fejlődés időszerűségéről szólt. Mi fiatalok vagyunk az a generáció, akik feladatunknak érezzük azt, hogy megőrizzük ezt a bolygót a gyermekeink és unokáink számára. Értjük és érezzük a felelősségünket, tudjuk, hogy cselekednünk kell, nem elég, ha csak beszélünk a klímaváltozásról és a környezetvédelemről. A környezetvédelem fontosságának hangsúlyozását célú tűző Szekszárdról induló nemzetközi filmes játékra, a Forgassa Földértre idén közel 180 alkotás érkezett.